időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem lenne így, mondtam volna-e, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás megszólalt: Uram, mi nem tudjuk, hogy hová mégy, hogyan is ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok. Fülöp megjegyezte: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt: Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek. Ez az evangélium igény. Szent evangélium tanítása, legyen bűneink bocsánatára. Szeretett testvéreink Krisztusban, hihetetlenül gazdag a mai igeliturgia, két téma magasodik elénk ebből. Először is a szabadságnak a témája, amely újra és újra előkerül, és az egyház misztériuma. Először is a szabadság témája. Olyan különböző valóságot értünk és élünk alatta, amely miatt világok választanak el bennünket egymástól. A marxista ideológia azt állítja, hogy meg kell szabadulnia a hamis tudatformától, az Isten eszmétől, sőt magától, az Istentől, hogy az ember szabadsága megvalósuljon és kibontakozzon. A marxista, ateista ideológia gyökereiből táplálkozik a még rosszabb liberalizmus, amely elpusztította nyugatot és dekadenciába fordította az emberiség életét. Isten nélkül berendezni a világunkat, a társadalmakat, megszabadulni az Isten eszmétől, berendezni úgy az életünket, amelyben nem kell az Isten. A következményeit látjuk, a gyökerek közösek, az az ideológia, amely ateista, bálványimádó. Gyümölcséről ismeritek meg őket. És ezzel szemben áll a keresztény ember kép és a hozzá kapcsolódó szabadság, fogalom és életvalóság. Ugyanis a bűn nélkül való, vagy a élet, vagy a bűntől való szabadulás nélkül az emberi szabadságról nem beszélhetünk. A szabadító pedig, aki a bűnöktől, bűneinktől és a világ bűnétől megszabadít bennünket, ő Jézus Krisztus, akiben a fiú emberré lett, akiben látjuk az Atyát,
és megismerjük az Istent. A szabadító nélkül, aki maga az élő Isten, néven nevezzük Jézus Krisztus, a bűntől való szabadulásról nem beszélhetünk, és így az emberi szabadságról sem. Annak a következménye az, amit látunk az ateista ideológia és világ formájában. Meg kell hirdetnünk, nyilvánvalóvá kell tenni. Másik fontos téma pedig az egyház misztériuma. Az előző hét olvasmányaiban gazdagon találkoztunk azokkal a szempontokkal, melyek hitelesen állítják elénk az egyház misztériumát. Ugyanis az egyház hittitok, a hit tételek közé tartozik, jelesen a hiszek egyben, a hitvallásban a negyedik rész, a negyedik szakasz, mely az egyházra vonatkozik. Hitünk szent titka, valódi misztérium, Isten műve. Enélkül az egyházról beszélni becstelenség, inkorrektség, partvonalról befelé kiabáló ideológia. És nagyon jól látjuk, a tapasztalat igazolja, hogy az emberek többsége, túlnyomó többsége a hittől és Istentől az egyházon való botránkozása miatt távolodik el. Mert az egyházban sikerült elérnie az ateista ideológiának, nem mást látnak, mint emberi közösséget, nehézkes intézmény, rendszert, melyet az emberi bűn terhel. Igen, jelen vagyunk az egyházban, mi emberek és bűnös emberek. Mi soha nem vallottuk, nem mondtuk azt, nem állítottuk magunkról, hogy bűn nélkül való magasabb rendű emberek vagyunk. Minden imádságunkat azzal kezdjük, ma is azzal kezdtük. Én vétkem, én igen nagy vétkem. És megdöngetjük a szívünknek a kapuját, hogy kiverjük onnan a sátánt és a bűnt, de szabad utat engedjünk, nyitott kaput az élő Istennek. Ez az egyház. A hit titka, a hit tétele, a hit tárgya, a hit misztériuma. És ma külön is lényeges szempontokat tudunk meg róla. Ugyanis Jézus az én vagyok kinyilatkoztatások keretében szól arról, olvastuk, én vagyok az út, az igazság és az élet. Mindez a három megállapítás összetartozik, és nem valami érzelmi megállapítás, hanem nagyon is konkrét jelentéssel bír. Jézus ugyanis, és benne a megváltó, szabadító Isten betölti a három ószövetségi üdvrendi szolgálatot. Isten ugyanis szolgálatokat rendelt az ő népe javára és üdvösségére. Ez a hármas szolgálat az út, aki vezet bennünket, a király, a jó pásztor. Az igazság, azaz a próféta, a tanító, aki Isten igéjét tanítja, Isten üzenetét hirdeti. És az élet, azaz a papi szolgálat, aki bemutatja az áldozatot, és ezen keresztül kiárasztja az életet, Isten életét, amint Jézus mondja, azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Ha pedig mi krisztusi emberek vagyunk, azaz részesedünk az ő életéből és küldetéséből, és az egyház folytatja Jézus szabadító, megváltó küldetését, akkor azt meghatározza ez a három. Jelesen is a királyi méltóság. Igen, mi ismerjük az emberi személyi méltóság lényegét. Azt Isten ajándékozza nekünk, ő szavatolja, és ő alapozza meg az ő teremtő és megváltó odafordulásával, életet adó teremtő szeretetével. Enélkül ugyanúgy, mint ahogy a szabadság, ugyanúgy a személyi emberi méltóság sem alapozható meg, és látjuk megint a környezetünkben a tapasztalatot. Azután
Az egyház küldetése nem csak az, hogy az Urat, az élő Istent képviselje, hanem küldetése a tanítás mindenek előtt, a prófétai, apostoli küldetés. Hallottuk az apostolok cselekedeteiben, ugyanis formálta az egyház életét az apostoli közösség. Nem lenne helyes, hogyha a szeretet szolgálatára fordítanánk az erőinket. Az apostolok feladata az, hogy a tanítás és a megszentelés, az imádás, az áldozat művét jelenítse meg. Hálás köszönettel vagyunk Csorba Gábor állandó diákonusunknak, aki viszont betölti a szeretet szolgálatát, ahogyan azt az apostoli közösség az egyház struktúrájaként meghatározta. Csorba Gábor pedig nem csak a belvárosi főplébánia szeretet szolgálatának, Karitász csoportjának a vezetője, hanem az egyházmegyei Karitász igazgató is. Sokat kellene beszélnünk arról, hogy katolikus anyaszentegyházunk milyen mérhetetlenül, szinte fölsorolhatatlanul sok jót tesz a különböző formákban és a különböző embereket, személyeket, közösségeket érintően az emberek javára, aminek a lényege megint magasabb rendű, hiszen nem csak szociális segítségnyújtásról van szó, hanem annak eszközével, az evangélium hirdetéséről, a szeretet Istenének megjelenítéséről és képviseletéről. Igen, az egyház elsődleges küldetése, az ige hirdetés, az igazság hirdetése és képviselete, amelyet kísér a szeretet szolgálat és hitelesíti azt. Az igazság ugyanis van, ő az üdvösségünk sziklája, Jézus Krisztus, aki a maga küldetését egyenesen ruházta rá a péteri szolgálatra, Péter apostolra, aki ezt a gyönyörűséges levelet, amelyet most olvastunk, írta nekünk. És végül a papi szolgálat, az egyház, pap részesedik Krisztus papságában is, hiszen, ahogy megint csak Péter apostol figyelmeztet, mutassatok be Istennek tetsző lelki áldozatokat. Sőt, ti magatok legyetek, váljatok Istennek kedves lelki áldozattá. És ez történik akkor leginkább és jelesen, amikor Krisztus áldozatához kapcsolódunk és csatoljuk a magunk életáldozatát. És ez nem csak azt jelenti, hogy mi az Isten szent népe vagyunk, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép, hanem bemutatjuk az áldozatot, Krisztus áldozatát az Atyának, melyet ő ránk bízott, és ahhoz ő hozzá kapcsolódva bemutatjuk magunkat is, mint élő áldozat. Íme az egyház misztériuma. Enélkül, ennek megértése és élete nélkül nem lehet beszélni az egyházról. Ha valaki ezt megsejti, akkor nem fogja kívülről szidalmazni, gyalázni és a partvonalról kritizálni az egyház közösségét. Az ugyanis nem emberi mű, Isten műve, és ő a főszereplője, a testnek a feje, ő az kezdet és a cél, az alapítója, az eredete és beteljesedése, végső célja. Segítsen bennünket Krisztus, az út, az igazság és az élet, hogy az egyház, azaz mi mindannyian krisztusi emberek betöltsük a magunk küldetését, és ezzel az önbecsüléssel, öntudattal éljük a magunk mindennapi életét. Amen.